Kedves nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Szóban forgó Szarvasváros Önkormányzatának közéleti magazin műsora. A mai műsorban érdemes figyelni máskor is, de most meg azért, mert hogyha játszottak a Szarvasi II. Sámuel Múzeum közösségi oldalán, és az ismerősüket megjelölték, hogy kivel szeretnének elmenni, amennyiben Önök nyernek a jegyárakból, akkor most érdemes ide figyelni, mert mindjárt elhangoznak a nyertesek névsora, és közben köszöntöm tisztelettel, szeretettel Várnai Rékát a II. Sámuel Múzeum részéről, mert hogy ez a rendkívüli kiállítás megnyílt végre. Ugye a visszaszámlálás megtörtént, a belső, illetve exkluzív sajtótájékoztató megvolt pénteken, és szombaton megnyitott a kapu itt a múzeum. Munkácsi most. Beszéljünk róla, milyenek a tapasztalataid, és aztán majd jönnek a nyertesek névsorai. Igen, köszöntöm én is a nézőket. Rendkívül pozitív tapasztalataink vannak. Ugye szombaton 10 órakor megnyitottuk a kiállítást, és azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan érkeztek szombaton is, és vasárnap is a látogatók. Elmondásaik alapján mindenkinek nagyon tetszett a kiállítás. Szombaton volt 10 órától és 3 órától tárlatvezetésünk. Rómer Ilona festőművész, művészpedagógus vezetésével, és 10 órakor még szombaton volt egy kis ajándékosztás az első 10 látogatónak, úgyhogy én abszolút pozitív tapasztalatokkal kezdtük meg ezt a hetet. A hátunk mögött levő fotón a város egy részlete látható, és ugye, hogyha jól megnézzük, akkor itt. Igen. Ez az a helyszín, de hát ezt mondom azoknak, akik látogatóban vannak, nyaralni vannak itt Szarvason. Nem hiszem, hogy ne találnám meg mindenki azonnal a Szarvasi II. Sámuel Múzeumot. A szárazmalom nem itt van, de az is hozzátok tartozik, de most nem ez a helyszín, amely bennünket nagyon izgat, hanem zöldbe öltözött a külseje a múzeumnak, és ez miért van? Igen, ugye amikor megkaptuk a képeket, illetve felvettük a kapcsolatot a munkási alapítvánnyal, akkor ők ajánlottak nekünk színeket, hogy milyen színűre fessük le a múzeum falát, azért, hogy jobban érvényesüljenek ugye a festmények, a munkácsi festmények a falakon, és arra a döntésre jutottunk, hogy a zöld színt fogjuk választani. Ennek kaptunk sok árnyalatát, és végül egy ilyen nagyon kellemes meleg zöld árnyalatot választottunk, ami tényleg rendkívül így élőben, ahogy feltették a festményeket és berendezték a kiállítási tárgyakat, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt, hogy nagyon jó választás volt, és kettő, tényleg nagyon sokat hozzátesz a festményekhez, tehát így sokkal, sokkal jobban előjönnek a színek, a kontrasztok, és így indult el ugye a zöld színnel való munkánk, ezért a grafikustól is azt kértem, hogy ha lehet, akkor jelenítsük meg a grafikai munkákon ezt a zöld színt, és ezért is indult el ez az egész zöld szín projekt. Grafikákon is felhasználtuk, ugye a múltkor pont posztoltuk a közösségi oldalunkon, hogy a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya is zöld színbe öltözött az egyik nap. Ez az egész innen indult, és tényleg a kis szóróanyagainkon is, meg mindenhol megjelenik több helyen ez a zöld szín. Egyébként egy kulisszatitkot elárulhatunk a kedves nézőknek, hogy itt önök a várost látják, illetve ugye a múzeumot, de mi nem látunk ám semmit, mert itt egy egyszerű zöld fal van, és ezért látható itt bármi majd, amiről éppen szó van, fotó, felvétel formájában, de ez a zöld fal nem teszi lehetővé, hogy mi is ugyanígy zöldbe öltözve üljünk itt, pedig egyébként szívünk szerint alkalmazkodnánk ehhez, és a kedves tárlat látogatók is gondolom élvezik ezt az érdekes, különleges látványt. De mi volt a tapasztalat, hogy hogyan fogadták a munkácsi kiállítást az eddigi látogatók? Eddig hozzám csak abszolút pozitív tapasztalatok, vélemények jutottak el. Mindenki, tehát tényleg ezeket a képeket élőben látni, ez egy élmény, mert hiába meg lehet őket keresni név alapján, ugye képleírás alapján, képcím alapján az interneten, de hát az teljesen más, amikor az ember ilyen piciben látja a számítógépén, vagy az, hogy megelevenedik előtte egy óriási festmény formájában.
ezért én mindenkinek ajánlom, aki teheti, akár többször is jöjjön el a múzeumba, mert rendkívül különleges élményt nyújt ez az egész kollekció így együtt. Ugye két teremben vannak kiállítva a képek, ezt már lehet, hogy mondtuk is máskor. Nagyon kellemes a hőmérséklet, mert folyamatosan ugye nézzük a páratartalmat, a hőmérsékletet, ugye be vannak állítva a légkondicionálók, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Ezen az exkluzív megnyitón pénteken itt volt az alapítvány részéről az elnök, illetve a titkár, valamint a művészet történész, de ő már korábban megérkezett, ugyanis szupertitkos körülmények között érkezett a kiállítás anyaga Szarvasra a múzeum elé, begördült a nagy kamion és egy kisebb, és hát az útvonalat is akkor tudta meg a sofőr, amikor elindultak a városunk felé, és ezek után, ahogy bekerültek ezek az alkotások a díszterembe például, és ott még csak a dobozokban ott voltak az alkotások, és átsejlett a festmény, nagyon érdekes volt ezt megfényképezni, és utána pedig megnézni a valódi festményt, és az embernek van egy furcsa érzése, nem tudom, te is érezhetted bizonyosan, ugye Munkácsi 1900 május 1-én elhunyt, és nagyon termékeny festő volt, ugye realista, romantikus festőként apostrofálják, de ott állni a díszteremben és körbenézni csupa Munkácsi alkotással, ez fantasztikus. Két részből áll a kiállítás, ugye? Igen, igen. Tényleg fantasztikus volt ez a pénteki nap, ilyen nagyon-nagyon izgalmas volt, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen izgalmas napom, nyilván voltak izgalmas napjaim az életemben, csak tényleg egy ilyenben részt venni, egy ilyet levezényelni, illetve tényleg a részeként lenni ennek az egész projektnek, ez részeként, igen. És tulajdonképpen mindannyian olyan furcsa érzés volt bennünk. Nem büszkeség, de mégis valami olyan, hogy itt van nálunk. Igen, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen emelkedett hangulat volt. Nem tudtuk, hogy mikor érkeznek, ezért az ember nyilván ideges is volt egy kicsit, hogy jól csináljon mindent. Nem tudtuk, mi forró dróton voltunk, hogy a televíziónk ott lehessen, és megmutathassuk kedves nézőknek, úgyhogy izgalmas volt várakozni. Még nem jöttek? Igen, az útvonalat is ők tudták, ők is csak reggel tudták meg, szóval tényleg egy ilyen nagyon szép dolog volt ez a pénteki, és amikor tényleg láttuk, hogy hozzák ki azokat az óriás képeket, az, és ott becsomagolva tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon különleges élmény volt, és azért lesz kettő szakaszban megtekinthető ez az egész kiállítás, mert a 75 kép, a 75 festmény, illetve kiállítási tárgy nem fér ki egyszerre a múzeumban. Ugye nyilván vannak korlátaink, így is próbálták a lehető legjobban megoldani azt, hogy átadható legyen ez az élmény, hogy ne legyenek összezsúfolva a festmények, hogy azért legyen tér, de azért minél több festményt meg tudjunk mutatni egyszerre a közönségnek. Ezért úgy döntöttek a kurátor, illetve az alapítvány, hogy kettő részre fogjuk szedni a kiállítást. 33 festmény itt marad, mind a kettő periódus alatt, és 21-22 képet, az első periódusban 22 képet láthatunk, amit majd le fognak cserélni 23 másikra. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy mind, aki teheti, mind a kettő periódus alatt jöjjön el megnézni a képeket, mert úgy kap egy egész képet erről a Munkácsi kollekcióról, illetve a Munkácsi erről a szakaszáról az életének. Ugye a városnap előtt egy pár napra majd bezár az intézmény, igen, és akkor történik meg a csere. Hogyan vizsgázott a kamerarendszer, a biztonsági őrzés? Egyelőre nagyon jól vizsgáztak. Mindenkinek köszönöm a segítségét, illetve a közreműködését, mert úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapat irányítja és szervezi ezeket a dolgokat. Mindenki nagyon jól működik, dolgozik, így van, igen, dolgozik a másikkal. Ugye úgy kerültünk ide, hogy mindenki csak nyilván ismertük egymást valamilyen szinten, de tényleg most van az, hogy nagyon sok ember egyszerre dolgozik, ezért tényleg nem volt egyszerű ezeket összehozni, de szerintem mindenki nagyon jól részt vesz ebben, és nagyon jól tudja
koordinálni a dolgokat, úgyhogy tényleg köszönöm mindenkinek a szervezést, a részvételt, úgyhogy eddig úgy tűnik, hogy minden rendben megy, és rendben is fog menni a jövőben is, és tényleg azt szeretnénk, hogy egy rendkívül különleges kiállítás részese lehessenek a nézők, a vendégek. Ugye a nehézségekről nem szokás beszélni, mert ez a kedves nézőre nem tartozik, hogy mennyire feszítetten kell, hiszen minden nap dolgoztok, és ezt meg kell szervezni, a munkatársak elég komoly próbának vannak kitéve, de hát ezt járjátok a sarat, és reggel 8-tól este 8-ig. Nem, hétvégén most úgy lett, hogy 10-től úgy szerveztük, hogy 10-től van 8-ig, hétköznaponként pedig 8-tól 8-ig. Uh-huh. Tehát hétköznaponként reggel 8-tól 8-ig. És a következőkben, tehát Boros Judit volt az, aki egy tárlatvezetést bemutatott nekünk, itt óriási élmény volt, ahogy nagyon nagy emócióval beszélt a művészről, és elmagyarázta, hogy miért látunk, miért tett így Munkácsi, és gondolom Rómer Ilona is másként, de nagyon élvezettel. Hétvégenként továbbra is lesz az ő tárlatvezetése? Igen, ugye azt terveztük, hogy mivel a múzeumnak nincsen művészettörténész, illetve kurátora, és sajnos a Munkácsi alapítvány kurátora nem tud mindig itt lenni velünk, nyilván neki is van más dolga, más munkája, ezért azt terveztük, hogy szubjektív tárlatvezetéseket fogunk tartani, műkedvelő szarvasiakkal, vagy szarvashoz kapcsolódó emberekkel, és igen, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk Rómer Ilona tárlatvezetésével kapcsolatban, ezért tervezzük, hogy többször legyen, tervezünk más embereket is meghívni, ezek most folyamatban vannak, és mindenről majd tájékoztatjuk az érdeklődőket, ugye a közösségi felületeinken, a honlapunkon, ilyen posztokat fogunk kitenni, ugye készülnek a grafikák is rá, és elindultak a felkérések, úgyhogy mindenkit majd időben fogunk tájékoztatni. Érdemes naponta ránézni a múzeumnak a közösségi oldalára. Most például azt látom, hogy tudtad, hogy a szórólapjainkkal nem csak a Munkácsi most kiállítást, hanem a Tessedik Sámuel Múzeum egyéb tárlatait is kedvezményesen tekintheted meg. És akkor a további részletekért, ugye keresd a jegypénztár, és mit lehet erről a szórólapról tudni? Hogyan lehet hozzájutni? Azt szerettük volna, hogy tényleg mindenki lehetőséget kapjon arra, hogy megnézhesse ezt a kiállítást, tehát az esetleg, hogy valaki mondjuk anyagi okok miatt ne tudja megtekinteni, azt annak szeretnénk segíteni. Tehát mindenképpen szeretünk volna több akcióval is előállni ugye az érdeklődőknek. Követni lehet a honlapunkon a jegyárakat, ott is le vannak írva a kedvezményes belépőkről az információk, illetve azoknak is szeretünk volna, akik nem esnek bele ezekbe a kedvezményes csoportokba, azoknak is szeretünk volna azért felajánlani, nyújtani egy másik ajánlatot, kedvezményt, akciót, nevezhetjük ugye bárhogy. Elkezdtünk szétszórni a városban partnereinknél egy szórólapot, ami kedvezményre jogosít, úgy működik, mint egy kupon, el kell vinni a jegypénztárba, föl is lehet őket hívni, hogyha esetleg valaki szeretne előzetesen információkat megtudni. És az a lényege, ez több helyen lesz majd a városban, most folyik a szórólapok kiosztása, és azt lehet róla tudni, hogy ez nem csak a Munkácsi most kiállításra vonatkozik, hanem ugye az állandó és időszaki kiállítására is a múzeumnak, tehát tényleg érdemes megszerezni ezeket a kuponokat, és elvinni a múzeum pénztárába, mert kedvezményt érnek. Én most éppen ezt nézem, hogy néz ki a kupon, tehát érdemes a nagyon szép áldás, igen, rákeresni, és akkor ezek szerint az egyéb kiállításokra is kedvezményre, igen, jogosít majd. Mindjárt megtudja a nyertes, hogy ki volt az a szerencsés. Tegnap éjfélig, negyedik éjfélig lehetett az első játékban részt venni, de lesz még ilyen, ugye? Igen, igen, mindenképpen készülünk nyereményjátékokkal, akár csak a saját oldalunkon, tehát a saját szervezésünkben, illetve akár társszervezésben is, tehát ezek is folyamatban vannak, tehát tényleg érdemes követni az oldalunkat, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen a nyereményjátékon. Nagyon-nagyon sok kommentet kaptunk, nagyon sok megosztást, és nagyon sok új követőt kapott a közösségi oldalunk, úgyhogy
mi nagyon örültünk ezeknek a számoknak, úgyhogy úgy látjuk, hogy szeretnénk ezeket folytatni, ezeket a nyereményjátékokat, ezeket az akciókat, ezeket a együttműködéseket akár más partnerekkel is. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy mindenki, aki lokálpatrióta a városunkban, illetve a környezetében, hogy mindenki magától megoszthatná ezeket a posztokat, mert akkor ide vonzuk a látogatókat, hiszen mindenkinek nagyon sok ismerőse van, és így láncolatszerűen terjed az információ, és akkor pedig elvárhatjuk, hogy még többen érkezzenek hozzánk olyanok, akik egyébként lehet, hogy nem is tervezték volna. Én jó sok ilyet ismerek. Alig várják, hogy megérkezzenek Szarvasra, az a kérdés, hogy lesz-e majd szálláshely. Tehát a szállásadóknak is érdemes megosztani a múzeumi híreket, a kereskedőknek, az áruházaknak is, hiszen akkor nyilván, hogyha ide érkeznek a városunkba jó sok ember, akkor a városban tartózkodnak, sétálnak és vásárolnak is. Úgyhogy mindegy, hogy ki, de én magam is rendszeresen megosztom a híreiteket, mert szeretném, hogy jó sokan érkeznének a városba, és az Alföld kulturális fővárosává válnánk a nyár folyamán. Igen. De én amúgy azt látom, hogy tényleg nagyon sokan osztják, mint magánemberként, tényleg mint szervezetként, mint akár vendéglátóhelységként, tehát tényleg nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ennyire összefog a város, illetve akár a vidéken élő szarvasiak, illetve műkedvelők, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy mindenki azért tényleg magáinak érzi ezt a projektet, ezt a kiállítást, mert tényleg van miért megosztani. Tehát én láttam már többször szinte a múzeumban töltöm, igen, a mindennapjaimat, ugye lassan be is költözhetek, igen, és tényleg érdemes megnézni. Média érdeklődés? Igen, így van, rendesen. Így van. Média érdeklődés is, igen, és természetesen ezen is dolgozunk, hogy folyamatosan értesítsük a médiumokat, az újságírókat, hogy mik történnek városunkban, ugye a kiállítással kapcsolatban, milyen programjaink lesznek, illetve hol tartunk itt. Ebben mi szeretnénk élharcosként részt venni a Szarvasi Televízió, a Szarvasváros Önkormányzatának közéleti magazinműsora kötelezőnek érzi magára nézve. Köszönjük. Hogy első kézből szolgáltassunk híreket, és így mindjárt a nyertesek névsorát is. Annyit még előtte, hogy milyen rendezvényeket terveztek. Tudom, például lesz valamiféle főzős. Igen, az nem sokára indul, ugye június 19-én indul a Mi Munkácsink gasztronapok, ugye, mert a Munkácsi Most kiállítás mellett ugye mi ezt a kísérő rendezvény programsorozatot elneveztünk Mi Munkácsinknak, utalva arra, hogy ez a kiállítás a miénk, igen, és most a miénk, igen, illetve játszottunk ugye a betűkkel, és tényleg szerintem egy nagyon jó kezdeményezés lesz, hát meglátjuk, hogy fog alakulni. Ugye ez megkértük, felkerestük a helyi vendéglátóhelyiségeket, hogy mi lenne, hogyha készítenénk így együtt egy ilyen programsorozat, programot, egy héten keresztül, hogy prezentálni tudjuk a munkácsi által kedvelt ételeket, italokat, vagy mondjuk mi lett volna, ha Munkácsi most itt lenne, mit szeretne, mit nem szeretne, mi lenne az ő irányvonala, mit tudnánk ezzel kapcsolatban így kreatívan összehozni, és eddig nagyon sok visszajelzés érkezett. Természetesen még várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni a programhoz. Folynak ugye a tárgyalások, és lesz egy egységes arculat, lesz egységes grafika hozzá. Ezt prezentálni fogjuk a közösségi oldalainkon, illetve ők is majd ugye a partnereink az ő oldalaikon, úgyhogy ezzel is szeretnénk egy ilyen összefogásszerű megmozdulást itt Szarvason, és ennek ott a záró akkordja lesz a múzeumok éjszakája, ami ugye június 24-én szombaton lesz. Természetesen még vasárnap is lehet inni ezekből a munkácsi fogásokból, de szombaton lesz egy ilyen csúcspontja a múzeumok éjszakája. Azt láttam egyébként a közösségi oldalon, hogy polgármester úr és címzetes főjegyző úr Olaszországba is elvitte a meghívót a testvértelepüléshez, és ők tudom a szilvanapokkor érkeznek, és akkor lesz a vége a kiállításnak, majd a szilvanapok bezárultával, és hogy jönnek, ők is majd megnézik a tárlatot. Páratlan lehetőség egyébként Pák úrnak köszönhetően, és persze azoknak, akik segítettek elhozni a városba ezt a kiállítást.
Lesz még tehát nyereményjáték, szerintem legyen doppergés képzeletben, és akkor mit kellett tenni ahhoz, hogy valaki ott legyen az esélyesek között? Ugye kedvelni kellett a közösségi oldalunkat, és meg kellett jelölni a bejegyzés alatt azt az embert, azt a szemét, akivel szívesen megnéznénk a kiállítást. És mint mondtam, ugye az előbb rengeteg pályázat érkezett, ugye rengetegen teljesítették a feladatot, úgyhogy fájó szívvel, de csak ugye kettő embert sorsoltunk ki, mert ugye felajánlottunk egy páros belépőjegyet, illetve egy családi belépőjegyet. És akkor most megvan az eredmény. Igen, megvan az eredmény. Kedves nézőink, akkor most érdemes figyelni. Én szorítok mindenkinek, egyenlő esélyek voltak. Kiderült tehát, hogy ki a szerencsés. Igen, a kettő főre szóló belépőt Liska Katalin nyerte, a családi belépőt pedig Pörneki Szilvia. Úgyhogy gratulálunk tehát hozzá. Tehát Liska Katalin a két főre, és Pörneki Szilvia pedig a családi belépőt. Gratulálunk szeretettel. Gratulálunk. És ezt majd a közösségi oldalunkon is természetesen publikálni fogjuk. Azért, hogy aki esetleg véletlenül lemaradt a műsorról, akkor azért ő is tudjon róla jutni. A YouTube csatornákat is ajánlom az önök figyelmébe, mert ezzel is terjeszthetik az információt ismerőseiknek szerte az országban és a világban, mert hiszen a Szarvasi Televízió ezáltal bárhol megnézhető a magyar honfitársaink részére. Reméljük, közülük is minél többen érkeznek. Én tudom, hogy jönnek New Yorkból is, mert jelezték nekem, hogy ezt a kiállítást nem akarják kihagyni. Kedves Réka, így zárszóként találkozunk legközelebb is a következő alkalommal, amikor majd játékot hirdettek, illetve amikor a gasztronapok eljönnek, és a gasztronapok során is lesznek majd nyertesek, de elsősorban a pályázók között szintén. Igen, lesznek, úgyhogy mindenféle izgalmas dologgal készülünk, úgyhogy érdemes. Igen, ez neked is egy nagyon szép feladat, úgyhogy túl azon, hogy micsoda érzés ott állni ennyi munkácsi alkotás remek mű között, kívánunk önöknek nagyon jó tárlatnézést és látogatást, hívják az ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat. Várnai Rékának köszönöm szépen, hogy itt volt, a nyerteseknek szeretettel gratulálunk, és nézzék tovább a Szarvasi Televízió műsorait, akár így a televízión keresztül, akár a YouTube csatornánkon. Kedves Réka, jó munkát további. Köszönjük szépen. Sok sikert, és minden jót önöknek, viszontlátásra!